Szép jó estét mindenkinek! Üdvözlök mindenkit a ma esti Dharma beszéden, amely ezen visszavonulás utolsó ilyenje. Megköszönöm Gedrus igen kitűnő, allegorikus, de mégis elképesztően konkrét bevezetőjét arról, hogy hány barátunk van. És ha csak kettőt találsz oda bent, akkor még ez nagyon aszketikus. Lehet, hogy több van. A magam részéről most egyetlen egy barátról szeretnék beszélni, és ez nem egy emberi lény. Ez a barát, ez egy bivaj. Ez a bivaj egy nagyon fontos lény, nem csak a régi kínai mitológiában, hanem mindazoknak, akik a zen útját járva ezzel a történettel, vagy történetcsokorral kapcsolatba kerülnek, amit úgy hívunk, hogy a 10 bika történet. És kevés olyan jó allegóriája van a gyakorlatnak, mint ez a képsorozat. Tudnivaló, hogy ez eredetileg egy taoista szimbólumrendszer volt, és utána a buddhizmus az megspékelte még 4 képpel, és így lett a 6-ból 10. Ezt szinte minden koreai templomban megtalálod, de főleg ott, ahol zen gyakorlat, tehát meditációs gyakorlat folyik, nem csak szertartás vagy szútra tanítás. Úgyhogy most erről az egy barátról szeretnék beszélni, és az első igazán fontos momentum az, amikor a gyakorló, az egy pici ember a nagy hegyen, elkezdi keresni a bivajt. Hát hogy néz ez ki? Ez így néz ki. Az ökör keresése. Hát amikor keresed a bivajt vagy az ökröt, akkor elkezdesz a konvencionálistól egy picikét eltérni, és nem pusztán a mindennapi élet materiális érzékszerű dolgaival foglalkozol, hanem valami többel, valamivel, ami meghaladja ezt az egészet. És ilyenkor még csak azt tudod, hogy keresel. Nem láttad még a bivajt, nem láttad a nyomait, semmit nem tudsz róla, csak azt, hogy keresel valamit, ami nem szokványos. És ez a mindennapi életben úgy jelentkezik, hogy végre az energiádat befelé fordítod, és nem kifelé. Nem a kívülről beáramló érzékszervi tartalmakat keresed, és nem is azokat az álomállapotokat belül, amitől egy ideig jól érezzük magunkat. Hát valami olyasféle irányba irányul az ember figyelme, amitől a belső álmok és a külső érzékszervi tartalmak egyaránt másképp látszanak, mint addig. Hogyan? Hát a második kép az megmutatja azt a kőkemény következmény síkot, második, a nyomok megtalálása. A nyomok megtalálása azt jelenti, hogy végre meglátod a tetteid következményét. A beszéded következményeit, a gondolataid következményeit, és az érzelmeid következményeit, sőt, annak is a következményt, hogyha ezeket különböző módon összekevered. Akár megsodrod egy jointba, akár bekapcsolod egy moziba, akár valami jót akarsz vele tenni, vagy rosszat akarsz vele tenni, attól függ, hogy mire vagy kire hallgatsz. De a bivaj keresése azt is jelenti, hogy nem külső vagy belső hangokra, képzetekre hallgat az ember, hanem valami olyasmire, ami ezen képzetek előtti, dualisztikus, jóra és rosszra, barátra és ellenségre tagolt világ előtti. Egy olyasféle tudat, amely még nem tudat, nem egyénített, nem született, így nem meghaló tudat sem. Hát, ha megtaláltuk a nyomokat, akkor már a következménysíkkal egy picikét jobban tisztában vagyunk, és elkezdjük eléggé aktívan keresni azt, amitől a nyomokat láttuk, amitől olyanok vagyunk, amilyenek, amitől úgy látjuk a világot és a másik embert, ahogy. És ekkor érkezünk el a harmadik lépéshez, és a harmadik lépés, hogy megpillantom a bivajt. Megpillantom a bivajt, és ez minden egyes ábrázoláson, legyen az kínai, koreai, japán, csak így időrendi sorrendben, a
hátsóját pillantod meg először. A hátsó két lábát, a nagy barna tomporát, a farkát, ahogy ott lóg lefele, és mindig, mindenhol barna. Tehát ekkor kezded el a dolgok fonákját látni. Ekkor kezded el a tudatod fonákját látni. Ekkor kezded el a tudattalanodnak különböző minőségeit látni. Azt az énedből, amit eddig nem akartál tapasztalni, de mégis kell. Miért? Mert te magad elkezdted keresni. Mert elindítottál egy folyamatot, ahol először az üresben kerestél, és nem találtál semmit, aztán megtaláltad a nyomokat, és most meglátod a tudatnak azt a működését, amitől elejted a szappant a zuhanyzóban, amitől kimaradsz, és a fegyelem felbomlik, vagy amitől pontosan ugye úgy érzed magad, ahogy nem jól, nem rosszul, de pontosan úgy érzed magad, olyan tartalmakat varázsolsz magadban, amilyet szeretnél, amivé akarod magad tenni. És ez mind-mind az éned, a személyiséged felfedezetlen régióiban van. És ezért látod a bika hátsóját először, és sárral jó vastagon borítva. Ezért nem ígérgetünk semmit a Zen meditáció instrukciói alatt, inkább azt mondjuk, hogy készülj fel arra, hogy olyan lesz a tapasztalat, mint amikor leveszed a lobogó fazékról a fedőt, és az arcodba csap a gőz. Nem tudod, hogy mit főzöl benne, nem tudod, hogy milyen karmát látsz meg benne, de az biztos, hogy a tied, hiszen te gyújtottad meg a tüzet, te tetted rá a fazekat, a fazékba pedig te tetted bele a tartalmát. De jól lefedjük, nehogy olyannak lássuk magunkat, amilyennek nem szeretnénk. És most, a harmadik lépésben pontosan ez következik, úgy látod magad, ahogy nem szeretnéd. És itt még mindig van azonosulás, itt még mindig van egy nagyon komoly dualisztikus kapcsolat a karmáddal, és hogyan lehet ilyenkor cselekedni? A gyakorlatnak a módszerével, a fegyelmével, az odafordulásával elkezded másképp kezelni ezt a karmát, mint addig. Az emberek többsége a menetiránynak háttal ül a bikán, és azt hiszi, hogy előre megy. És most 180 fokot lehet fordulni, most az ökröt, a bikát be lehet fogni. És most van az a fázis, amikor a kötéllel való üldözés után befogja, a nyakára teszi a kötelet, és itt változnak a különböző szimbológiák. Van, ahol azt látod, hogy húzza, vonja föl a hegyre, le a vízbe a bika a gyakorlót. Azt látod, hogy már kezd egy picit fehéredni a nyaka és a feje, de még mindig küzdenek. És előbb-utóbb elérkezik egy olyan fázis, hogy kikötötte a fához a kötelet, és a bika még mindig küzd, még mindig feszül a kötél. Egyes helyeken itt a fej már kifehéredett, egészen az első lábakig, más helyeken még nem. Mit jelent ez? Ez az első tapasztalat, amikor a gyakorlat megtart, és nem a karmádat követed le vagy föl a jóba vagy a rosszba, a helyesbe vagy a helytelenbe, hanem először megállsz a pillanatban. Először látsz egészlegesen tisztán, még úgy, hogy egy rakás karma van, egy rakás sár van még a bikán rajta, de már a feszülő kötél egyszer csak megállította ezt az egészet. És ez az, amikor a pánikon, a káoszon, a válságon először úrrá leszel a gyakorlat segítségével, és megtapasztalod a nem mozduló tudat első pillanatát. Ez nagyon-nagyon könnyen eltűnhet, ez rendkívül gyorsan visszaszennyeződhet, de mégis valami, ami nagyon más, mint addig. Ekkor jön a bivaj megszelídítése, igazi önvaló karmától való megtisztítása, és ez a szelidítés, ez már azt jelenti, hogy kifehéredik a bika. Először a fejtől, és aztán szépen-szépen lassan hátrafelé. Ez azt jelenti, hogy először tényleg a cselekedeteid, gondolataid, érzelmeid, verbális és egyéb megnyilvánulásaid gyökerét kell tapasztalni. Ezért mondják a Zent egy radikális útnak, a radix az gyökér, nagyon-nagyon ugye az eredet, az alfa és az omega helye,
És az után tisztogatod meg magadat olyanra, amely, ugye, vagy aki mentes a karmától, aki mentes ezektől a ragaszkodásoktól. Más iskolák ezt sokkal fokozatosabban csinálják, és szépen lassan szőrszáról szőrszára megtisztogatják a bivajt, és majd utána érjük el a teljes fegyelem, vagy a pillanat tisztaságának az állapotát. Ez nem is annyira módszer, mint inkább lelki alkat kérdése. Ki mihez vonzódik először, a fokozatoshoz, vagy a hirtelenhez, a sokszerűhöz, vagy a terápiaszerűhöz, de ez önmagában az úton különbséget nem jelent, mert a fennmaradó házi feladatot mindenképpen el kell végezni. Az utak sokfélesége, a módszerek sokszínűsége azért fontos, mert annyiféle karmánk van. És hogyha nem lenne ennyiféle kapu az útra, amely mégiscsak egy, hiszen a felébredés pillanata az mindenki számára felébredés, ha nem lenne ennyiféle variáció, akkor azt hinnéd, hogy neked pont nincs lehetőséged. Az a szép, hogy aki keres, az talál. Ha körbemész és körbenézel a világban, biztos, hogy találsz egy olyan utat, ami számodra alkalmasabb, mint valami másik, egy olyan tanító, akinek jobban tudsz hinni, mint másiknak, egy olyan tanítás, amelyikkel jobban kapcsolatot tudsz találni, mint más tanítási formákkal, és egy olyan szanga, egy olyan gyakorló közösség, ahova inkább be tudsz illeszkedni, mint egy másikba. Ez mind-mind illúzió. De ezekre az illúziókra szükség van. Miért? Mert hiszel bennük. Ameddig hiszel az illúziókban, addig szükség van rájuk. A korrekt illúzió pedig az, ami kivezet ebből az azonosulásból, kivezet az illúzióban való hitből, és ekkor megtalálod az utadat. Ha megtaláltad, akkor már a bivajjal teljes harmóniában, a hátán ülve, fuvolázva mehetsz hazafelé. A kötél még a nyakában van, a bikának ez fontos, mert hogyha fuvolaszóra nem hallgat, akkor megfogod és megrántod, mert emberből vagyunk mindannyian, tehát ne legyen senki se olyan álombéli állapotban, hogyha gyakorolsz 10 vagy 20 évig, akkor neked már teljesen önműködően megy. Az lehet, hogy nem kell annyit feszíteni a kötelet, de ott kell lenni a nyakban ahhoz, hogyha a fuvolaszó az egy kicsikét túl finomra sikeredik, és a bivaj meg akarna hemperegni a sárban, akkor nagyon-nagyon gyorsan le tud ugrani a hátáról, és visszatérni az eredeti erőfeszítéssel bíró állapotba. Miért? Mert itt csak nem pusztán rólad van szó. Tehát a világ, az embertársaid, a feladataid, a vállalásaid olyan terheléssel, olyasféle feladatokkal, vagy válsághelyzetekkel tudnak megáldani, hogy újra és újra próbára tesznek, hogy mennyire tiszta a tudatod, mennyire mozdulatlan a tükör, mennyire torzításmentes a reflexió. Úgyhogy ennek a történetsorozatnak sok tanulsága van, de az egyik, hogy egyik darabját se fogjuk föl végállapotnak. Tehát, hogy én most befejeztem, és én most beérkeztem, és én most én. Na, ezt nem. Ez az útnak a vége valójában, és akkor megint jó vastag sárréteg után az ember rájön, hogy hát azért mégiscsak meg kéne keresni a valódi nyomokat, és a valódi bikát, és nem ilyen álombéli nirvánákkal foglalkozni. Van egy olyan állapot, amikor a bivaj mint külön entitás eltűnik. Ez az, amikor mindent igazi önvalódként tapasztalsz. Egyé válsz az éggel, egyé válsz a heggyel, egyé válsz a másik ember lelkével, tudatával. És ez az a tapasztalat, ahol nincs megkülönböztetve a törekvő, a törekvés és a törekvés tárgya. Az alany, az állítvány és a tárgy egy pontba visszajön. De itt még mindig van ember, és mindig van egy olyan táj, ahol már önmagát nem különbözőként fogja föl. Tehát mi a következő lépés? A következő lépés, amikor már a személy is eltűnik, tehát a teljesen letisztult alany, a tiszta mint a tér, tiszta mint a tükör tudata is eltűnik, és ezt egy körrel, a zen körrel szokták ábrázolni. És ez azt jelenti, hogy szóba és formában nem fogható tapasztalat.
ekkor lesz a tied. De itt már te sem vagy, tehát hiba bármiféle magyarázat, csak is a tapasztalásról lehet itt szó, és a tapasztalás után ez a tiszta tér, tiszta tükörszerű tudat elkezd igazi mi voltában működni. Tehát ekkor igazi önvalód már nem személyes vagy személytelen, ember vagy világ, én vagy más. Megszűntek ezek a dualitások, de mégis a funkció, a működés megmarad. Hogyan? Itt csak egy természeti kép van, tehát látsz egy tájképet. És ez az a tájkép, amikor már te vagy a szemlélő, most kaptad vissza a nézőpontot. Most már ez a személy, aki kereste a bikát, az most már te vagy. És ezt észre kell venni ebben a képsorozatban. Miért? Mert ebből ez az állapot sem végállapot, ebből az állapotból is van egy következő lépés, és ez pedig a tizedik. Ez azt jelenti, hogy a piacra elmész, és együttérzéssel és bölcsességgel tanítod azokat, akik a spirituális bazárban a te árucikked iránt érdeklődnek. Úgyhogy ezután következik az első kép, hogy az a tanítvány, aki itt tisztelettel meghallgatott téged, önálló erőfeszítést tesz, és elkezdi keresni a nyomokat. Tehát da capo al fine, ismételtem, és újraindul a ciklus. Úgyhogy a 10 bika történet vázlatosan ezt jelentheti egy csomó más interpretáció mellett, és én azt kívánom, hogy mindenki lássa meg azt a bikát, aminek a hátán ül. Akár észreveted, akár nem, ennek a bikának a hátán ülsz. Tehát, hogy merre viszed ezt a bikát, hová irányítod a kötéllel, lecsutakolod-e, magyarul megtapasztalod-e igazi önvalódat, egyé válsz a világgal, felismered-e a helyzetedet, a kapcsolatodat, a teendődet, és utána bodhiszattva módon cselekszel-e, az mind a te döntésed. A 10 bika történet nagyon-nagyon harmonikus, mély tartalommal teli, de egy pillanatra sem veszi el az önállóságodat, a döntésképességedet, és ezért a felelősségedet sem. Tehát itt elérsz egy olyan szabadságot, amely a hétköznapi életben nehezen föllelhető, de ezért nagyobb felelősséget kell vállalni. A 10 kép mindegyike döntés eredménye. Az úton minden lépés a te döntésed eredménye. Úgyhogy ha már csak erre rálátunk, és a következő lépés tudatosabban, önzetlenebbül, tisztábban tesszük, akkor már rengeteget használtunk magunknak is, és ennek a világnak is, beleértve embertársainkat, egyéb érző lényeket is. Van-e kérdése bárkinek? Gyedusz kérdésére válaszolva, igen, ez a zen körhöz nagyon hasonlít, de olyan aspektusokat bont ki, amely nincs benne a zen kör 5 állomásában a 0, 90, 180, 270 és 360 fokon. Egy pár megfelelés, amikor elkezdem a nyomokat keresni, akkor mozdultam ki a 0 fokról. Amikor a nyomokat teljes mértékben látom, az a 90, mert akkor megértettem a karmát, de még csak megértettem, az még kevés. És ahogy megyek tovább, a gyakorlat ösvényén, akkor eltelik körülbelül 3 kép, és a 180 fok az az üres kör. És itt megfordul a sorrend, az üres kör után mész haza békésen a bikán, és utána van a tájkép, és utána eltűnik a személy is. A személy eltűnése az már a 270 fok, amikor teljesen feloldottad a személyes karmádat. És a 360 az, amikor a piac térre megy és tanít. Akkor már csak a hogyan segíthetek maradt. Jó? Egyéb kérdés? Hát szervesen nem ehhez kapcsolódik, de mégis nem tudnám ehhez kapcsolódni. Néhány hónappal ezelőtt olvasható volt az interneten egy olyan hír, hogy a kínai kormány
törvénybe szeretné iktatni, vagy törvénybe is iktatja azt, hogy az önkényes reinkarnáció ne lehessen, ne történhessen határain belül és azokon. Nem is tudom, hogy ti vettek kapcsolatban, hogy lehet nyilatkozni kívül. Mi ez az egész dolog véleményed szerint? Istú, az a helyzet, hogy olyan nehéz kérdést tettél föl, melynek a megválaszolásához a te segítségedre van szükségem. Megkérlek, hogy iktass törvénybe, hogy a szélvihar álljon meg a völgynél, és ne jöjjön be. A napfény az ne egyenesen tűzzön a naptól a földig, hanem járjon be egy bizonyos görbületet, és utána érjen csak ide, ezt is légy szíves iktass törvénybe. Azt is szeretném, hogyha a folyók most visszafele folynának ez idő alatt, amíg törvénybe iktatod, és ha mindez sikerült, akkor elmagyarázom, hogy mit értek ez alatt, amit kérdeztél. Jó? Nincsen törvényhozási jogosultságom. Szerencsére nekem sincs, és nagyon megkeresném, hogy ilyen ügyben kinek van. Jó? Köszönöm. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy azt mondtad az előbb, hogy a 90 foknál, ha jól emlékszem, hogy a nyomokat már megpillantom, és az azt jelenti, hogy látom a karmámat. Megértettem a karmának bizonyos működését, és így az intellektuális részt beteljesítettem. Tehát megláttam a nyomokat, a nyomokról kellő képet alkottam, de még nincs kontroll, még nem láttam az eredetét. Én abban sem vagyok biztos, hogy hogy lehet az, hogy már kellő képet alkotni a nyomokról. Hát intellektuálisan azért nagyon hamar rá lehet jönni, hogyha az ember állandóan kocsmába jár és részegen jön haza, akkor másnap reggel nagyon nehéz munkába menni. De ez még nem jelenti, hogy nem fog elmenni a kocsmába aznap. Csak már látja, hogy ez a következmény. Minél jobban látja, annál inkább le tud választódni róla, és minél jobban leválasztódik róla, annál kevesebb energiát tesz bele. Mi itt a kulcs? Az ítéletmentes magatartás. Tehát itt nem látod azt, hogy megveri a bikát, mert te koszos vagy. Te mocskos, sáros bika, jól elverlek. Nem. Azt se látod, hogy a nyakába borul a teljesen fehér bikánk, hogy ó, te szépséges, nirvanisztikus, gyönyörűséges, önvaló, milyen tiszta vagy te. Egyik sincs. Az egésznek a kulcsa az, hogy ítéletmentesen, jóra és rosszra bontott gondolkodás és képzetalkotás nélkül látod ezt az egészet, tehát nem teszel bele energiát akkor, amikor szükségtelen. Ez a kulcsa annak, hogy a megértésből tapasztalat lesz, és a látásból irányváltás lesz. Mert nagyon sokan gondolják azt, hogy megláttam a karmámat, milyen jó nekem, kibírtam, és akkor már más lett az életem. Nagyon kevéssé. Persze, hogy más lett. Hány százalékban? Mennyiben változott meg a személyiség működése? Mennyiben változott meg az iránya a karmájának, a döntéseinek? Tehát a rálátás a karma működésére, amikor végre megértetted a használati utasítását a gépnek. Végre. Az nagy dolog. Általában csak a gombokat nyomogatjuk őrülten. De a következő az, hogy a használati utasítás szerint járok el, és működtetem helyesen az eszközt. Na, az 90-től 180-ig. Jó? Igen, szóval gyakorlatilag ide elérni már egy komoly eredmény. Hogyha már a nyomokat igazán látom. Nem mondanám se komoly, se egyéb minőségű eredménynek, részállapot, egy részleges fázis, és nem is nagyon karóznám ezt ki, hogy akkor most én itt vagyok. Tehát minél jobban elfelejted magad az úton, annál jobban tudsz haladni rajta. Minél jobban akarod tudni, hogy hol vagy, annál lassabban, nehezebben mész, és annál illuzórikusabb a haladás, mert mindig tudni akarod, hogy hol vagy te. Oké? Okay? Ja. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Beszéltünk itt az úton való haladás különböző lépései, vagy lépcsőfokairól. Én a fizikális tünetekről szeretnék kérdezni, hogy ezeket, ha fizikális tünetek, fájdalmak, tényleg
valósnak tűnő érzetek kísérik ezt az utat, akkor mennyire kell ezeket komolyan venni, mert hát ezek személyes tapasztalatom szerint eléggé ijesztőek, amikor valami fizikai fájdalom is kíséri ezeket a folyamatokat. Mit javasolsz egy gyakorló szempontjából, mit lehet tenni? Két nagyon fontos lépése van az ilyesféle állapotoktól való megszabadulásnak. Az egyik, igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot. Első. Második, vegyük észre a másik embert, aki melletted gyakorol, veled együtt dolgozik a konyhában, együtt művelitek a kertet, és neki lehet, hogy jobban fáj. Ha ezt a kettőt megcsinálod, akkor sokkal, de sokkal egészlegesebben és egészségesebben tudsz haladni az úton, mert nem a saját fájdalmad a legfontosabb. Nem a saját tested állapota a legfontosabb. Azt úgy, ahogy rendezni kell, tökéletesen sose fogod, de kielégítően ahhoz, hogy másokat segítve haladj az úton, úgy lehet. És hogyha mind a kettőt betartod, hogy kielégítő figyelem a tiédre, de nem a tökéletesség vagy az egyébnek az elvárása, vagy a teljes egészségnek az elvárása, és ennek alapján az odafordulás a világhoz, akkor túl nagy hiba nem lehet. Tehát magadat karban tartod, de közben önzetlenül élsz és cselekszel. Értem. És hol van az a határ, amikor azt mondanád, hogy tehát akár egy fájdalom során, hogy már ezt nem a tudattal fogom megoldani, hanem mondjuk egy sebész kell, hogy segítsen, mert valami olyan szintű probléma merül fel a fizikális testen, hogy lehet, hogy érdemes lenne valami ilyesmivel is beavatkozni. Orvos mikor látott utoljára? Régen. Hát ha ilyen gondolataid vannak, lehet, hogy el kell menni hozzá, és egy vizsgálatot kérni, hogy ha itt ordítok a fájdalomtól, mert itt annyira fáj, akkor mit mond az orvos? Azt ne várd el, hogy ezt én mondjam. Mert ennek egy olyan aspektusa van, hogy kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelő orvosát és gyógyszerészét. Tehát a test állapota az összefügg a lélek állapotával, de ebben a térben, itt, ezen meditációs gyakorlat alatt főleg a lélekkel és a tudattal foglalkozunk, és hogy ennek milyen fiziológiai vonatkozásai, következményei vannak, azt te egyénileg a testeden tapasztalod. Na most, ha bizonyos kőkemény karma megjelenik, akkor el kell menni orvoshoz. És megnézetni, hogy most szétcsattant-e a májfunkcióm, vagy nem. Mert annyi dühöt tapasztaltam magamban, hogy epét hánytam a klozetban, és azóta alig emésztek, meg besárgult a szemem fehérje, és hogy mi lett a májammal, és akkor el kell menni, és meg kell, stb. Stb. Tehát ilyenkor lehet, hogy az együttérzés mantra szüntelen recitálása úgy tűnik, hogy segít, és segítsen is, csak nem szabad a fizikai aspektust elhanyagolni. Bepánikolni sem, de ha elhanyagolod, akkor az egész biztos, hogy nem a zen számlájára írhat, hogy látod velem, mi történt, pedig én szerettem volna a nirvánába térni. Jó? Tehát belül érzed, hogy mikor kell elmenni orvoshoz, és elmész. Igazán, nincs külső norma. Ez nincs külső. Tehát, hogy ez a szemlélődő magatartás, hozzáállás, hogy nem ragasztok hozzá jót vagy rosszat, bármi történik fizikális síkon, akkor ez egy kicsit én ezt túlcsavartam? Igen, túlcsavartad szerintem. Az, hogy nem ragasztasz jót és rosszat rá, az nem jelenti azt, hogy az ok és okozat működése megszűnik. Tehát ha az ember dehidrálódik, az nem jó vagy rossz, de inni kell akkor. Jó? Nekem a rázattal kapcsolatban ennek kérdése. Tehát amikor az ember megtapasztalta, hogy van egy olyan tulajdonság, amit nagyon kordában kell tartani, mert egyébként nem csak magának, hanem másoknak is árt. És úgy gondolja, hogy ez már egészen hosszú ideig sikerült. És egyszer egy olyan félreértés folyamán, amikor nem tudta, hogy a két ember két különböző valóságról beszél, és azért nem értik meg egymást. Ez a bizonyos bika hátulja, amit az előbb említettél, hogy hatalmas erővel kitör. És akkor tulajdonképpen rájön az ember, hogy nem csak hogy saját magának ártott, és nem győzi takarítani magáról azt, amit magára zúdított, hanem a másiknak is. És akkor egyszer csak úgy érzi, hogy mekkora szüksége lenne az alázatra. Neked erről mi a véleményed? Az, hogy neked még ez mindig fáj. Azért voltál rendkívül elméleti
és rendkívül kevés konkrétumot mondtál. Tehát olyan távolságtartással fogalmaztad meg a problémát, hogy lehetőleg téged ne érintsen. És nem titkokat keresek. Csak láttatom, hogy hogyan tártad elénk ezt. Gyakorlatilag úgy, hogy szinte megválaszolhatatlan. Kifolyik a kezedből, mint a futóhomok. Mondtál mondatokat, és alig volt benne konkrétum. Figyelted? Miért volt ez? Akkor elmondanám másképpen. Jó, tehát van egy probléma, amit szerettünk volna megbeszélni, bárkivel teljesen mindegy, mit bárkikkel, és akkor az ember nem látta, hogy tulajdonképpen azért fut mellé ez a beszélgetés, mert más a valóságunk. Másképpen látjuk a dolgokat, és nagyon szerettem volna a saját valóságommal látni, és nem értettem meg. Mert, tehát nem tudom, valamiért nem értettem meg. És annyira szerettem volna a saját magam igazát megvédeni, hogy hirtelen kitör belőle valami. Az elmondás módja is pontosan ezt teszi. Tehát most te saját magadat védted azzal, ahogy ezt elmondtad. Figyeled? És ez rendben van. De az alázat pont az, hogy nincs önvédelem. Tehát amikor védesz egy önképet, amikor az igazság még fáj, addig még nincs alázat. És az alázat nem azt jelenti, hogy valakinek az akarata előtt gerinctelen módon meghajolunk. Tehát nagyon sokszor gondolják azt az emberek, hogy ha mások előtt megalázkodnak, akkor biztonságba keverednek, mert átadták a szabadságukat és az önrendelkezésüket valaki másnak, akit nagyobbnak gondoltak maguknál. Ezt gurukomplexusnak, szervilizmusnak és egyébnek lehet mondani. Ez nem alázat. Ez az elfutás egy bizonyos működéssel. Az elhárító mechanizmusok ilyen is alsó kúszó mechanizmus, ugye, semmi több. Az igazi alázat az, amikor nem véded magad. Amikor nem egy önképről van szó, nem az igazadról van szó, hanem valami sokkal többről, nagyobbról, mint egy egyén. Amikor az igazságról van szó úgy, ahogy az tőled teljesen független, ahogy az tényleg van, és nem ahogy azt te szeretnéd. És itt a következő lépés az, hogy felveszed a másik nézőpontját. Tehát pont a fordítottja a hétköznapi gondolkodásnak, hogy én bevástyázom magam a saját igazamba, és jó, megtámogatom racionális, meg egyéb érvekkel, és ezzel igyekszem kilőni a másik racionális érveit, mint régi 18. századi kalózok ugye a tengeren. Tehát pont az ellenkezője, fogom, és átmegyek a másik hajójára. És kezet fogok vele. És hogyha a másik erre nem hajlandó, akkor nincs sok dolgunk. Akkor ő nyugodtan menjen a saját kormányosával arra, amerre szeretne, és én pedig a sajátommal. Tehát az ilyen helyzetekben nem menekülünk, és nem harcolunk. Ez a két kényszerreakció van. Az egyik a yin típusú, a menekülés, a másik a yang, a harc. És az egyik passzív, a másik aktív. Az egyik agresszív, a másik regresszív. De egyik sem hoz normális eredményt, és nagyon sok olyan gyakorlat van, amikor az együttérzést úgy terjeszted ki, hogy felveszem a másik nézőpontját, és ez egy kérdéssel kezdődik. Nagyjából így, jól értem azt, hogy te ezt és ezt gondolod? Jól érzem azt, hogy te most ilyen és ilyen érzelmekkel bírsz? És ez teljesen át tudja alakítani a beszélgetést. Na, ez az igazi alázat. És nem az, hogy csak engedelmeskedsz valakinek a saját akaratod ellenére. Ez nem az. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye van a karma, és van a tudatosság. Amikor az ember viszi a saját karmáját, és szenved tőle, mondjuk, akkor ott van a tudatossága, ami minden pillanatban ugye újra teremti a létünket. Minden percben, minden órában, minden nap. És amikor valahogy gondolkodunk magunkról
beszélünk vagy cselekszünk másokkal kapcsolatban is, akkor ezt a folyamatot, ami ugye karma, meg tudjuk állítani a tudatossággal. Azzal, hogy egyre inkább odafigyelünk arra, hogy mit gondolok, mit mondok, és mit cselekszem. És ezzel tudom gyengíteni a karmám erejét. Ezt szeretném megkérdezni, hogy erről mit gondolsz. Ez neked így működik, ahogy elmondtad? Részben igen. Akkor most arról beszélj, ami nem működik. Ahhoz hozzá tudok szólni. Ami számodra működik, azzal nincs dolgom. Nem, hogy azt kérdeztem, hogy tudom-e gyengíteni ezt. Tehát, hogy bennem is vannak olyan dolgok, amiket nap mint nap föllelek, leginkább például az anyamintával kapcsolatban, hogy hogyan viselkedek a kislányommal. Hogy mindig kimondok olyan dolgokat, vagy cselekszem olyan dolgokat, amiket tudom, hogy én ezt nem így szeretném csinálni. De érzem a kötését az anyamintának. És ennek ellenére minden nap arra próbálok figyelni, hogy ezt most ne így. Ne így mondd, ne így emeld a kezed, ez hülyeség, mert nem emelem rá a kezem, csak egy cselekedet, ne úgy tedd le a poharat, vagy bármi, és igenis fejlődtem benne. Tehát ez, hogy ezt szeretném megkérdezni, hogy ez így lehetséges, így karmát oldani? Így tapasztalod, szépen, hogy oldottad? Haladtam, igen. Akkor ez így van. Na most mi az, amiben nem haladtál? Hát nagyon sok mindenben nem haladtam. Azért kellene ebbe a pontba visszatérni, mert akármilyen jó indulatú a gondolkodásod, az a komplexitás, az a bonyolultság, ami ilyenkor elém tárul, az az adott pillanatban, főleg a kemény, válságos pillanatokban gátolja a cselekvést. Meggátolja a helyes beszédet. Elfedi az érzelmeket, megkavarja a gondolatokat. Tehát minél egyszerűbben, minél tisztábban. És akkor rendben vagyunk. Hopp, ezt most nem értettem teljesen. Tehát minél egyszerűbben, minél tisztábban, annál jobb. De az, ahogy most elmondtad ezt az eseménysort, az egy rendkívül bonyolult gondolkodásmód. Igen. Ezt egy válsághelyzetben nem tudod működtetni, mert nincs rá idő, nincs rá kapacitás, nincs rá tér. Igen. Azért kell egyszerűsíteni, kitisztítani, úgyhogy gondolkodás nélkül tiszta, intuitív, nem dualisztikus minőségekre épülő tudatból működjél. Jó? És ez ilyen könnyű? Azt nem mondtam, hogy könnyű. Csak azt mondtam, hogy lehetséges. Azért ülünk itt 90 napot, napi 8 órát, plusz éneklés, étkezés. Munka. Kemény munka.